Alekszandár Vučić megköszönte a Koszovóból érkező szerbeknek, hogy ezzel a hosszú sétával is megmutatták, mennyire elkötelezettek Szerbia iránt. A találkozó utáni sajtótájékoztatón az államfő elmondta, az albánoknak tudniuk kell, hogy a Szerbiával való kompromisszum nélkül nem fog előrelépés történni a párbeszédben, a nyomás ellenére sem. Szerbia egy erős és szilárd állam, amely nem fogja elismerni Koszovó függetlenségét, tette hozzá a szerb köztársasági elnök. Jedan od osnovnih ciljeva mnogih u međunarodnoj zajednici i zapadne hemisfere je da u stvari na Kosovu se formiraju i kreiraju neke buduće srpske generacije koje uopšte neće interesovati Beograd i Srbije, kojima će oni da kažu radite sa Albancima, dobit ćete sva moguća prava, samo zaboravite na Beograd i zaboravite na Srbiju. A koszovói szerbek jelenlegi legnagyobb problémája az, hogy minden nap meg kell magyarázniuk, hogy szeretnék fenntartani a kapcsolatot Belgráddal, tette hozzá Alekszandár Vučić. A szerb államfő a bejelentések szerint április 29-én Berlinbe utazik egyeztetni. Ennek a fontosságáról is beszélt. Szerbia ide u Berlin da razgovara o svemu, da iznesemo naše stavove, koji će biti otvoreni, jasni i nedvosmisleni. Mi imamo poverenja u odgovornost i predsjednika Francuske i kancelarke Merkel i verujemo da će oni dobro razumeti šta je to što se na ovim prostorima zbiva i da će taj sastanak biti podsticaj miru i stabilnosti u celom regionu. Vučić a sajtótájékoztató végén boldog ünnepeket kívánt azoknak, akik a Gergely naptár szerint ünneplik a húsvétot.